Jó napot kívánok, emberek! Mint láthatjátok, ma a Plants vs. Zombies nevű játékot fogom nektek bemutatni. Egy valamit elárulok, én ezt már egyszer felvettem, körülbelül két órával ezelőtt felvettem ezt a részt, csak akkor vettem észre, amikor már beraktam a Vegasba, hogy szerkeztem össze, hogy abszolút az én hangom nem is hallatszó, hogy csak a darálás, úgyhogy baszhatom, megcsinálom még egyszer, mert ugyanis nagyon szeretek ezzel játszani. Ugye ez egy innen-esen letölthető volt originen ez a játék, körülbelül egy két hete, akkor nem bírtam vele játszani, mert 32 bites oprendszerem volt, úgyhogy most sikerült eljutnom odáig, hogy végre, mert akkor beraktam a izébe, egy ilyen könyvtárba a letöltő, hogy hívják ját, azt a letöltő linket, vagy mi a felnét, és akkor most vettem elő tegnap tulajdonképpen, és most 72 óráig én is játszhatok, és most ez az a kivételes alkalom, amikor be fogok én is állni a gameplay-esek közé, és csinálok erről egy gameplayt, remélem, hogy nem fogtok megharagudni ezért, srácok, ugyanis valamilyen szinten a gameplay részét a csatornámat kicsit elhanyagoltam, úgyhogy azért érzem ennek szükségét, hogy csinálják a gameplayt, és ráadásul nem is akármilyen játék, ugyanis a Plants vs. Zombies Garden Warfare nevű játék. Én nekem nagyon tetszik, grafikai nagyon ott van a játék, mit kell róla tudni, hogy ez a, ami a Battlefield 4-nek a motorjára épült, ugyanis ez a Frostbite engine, kibaszott jó, a játékmenet is iszonyat jó, nagyon hangulatos, úgyhogy azt hiszem nagyjából mindent elmondtam erről, úgyhogy kezdjünk is neki. Ugye ez a Welcome Mat. Nem mondjuk egy welcome, mert ez egy sima team lead match igazából, ezzel kezdődik az egész. Úgyhogy vágjunk is bele, gyerekek! Szóval ugyanis az a durva, hogy vannak ezek a pályák, és például van most ez a képernyő, amit látok, ez nem tudom melyik pálya, például ez a suburban flat, vagy nem tudom, hogy kell mondani most hirtelen. Van ez, a nappali pálya, meg van külön egy éjszakai pálya, tehát erre is figyeltek, úgyhogy ez nekem nagyon tetszik, kifejezetten bejön. Szóval ugye több fajta kasztrendszer is van, van ez a Foot Soldier, ez a legalapabb, van az Engineer, ilyen szerelő, scientist, a tudós, aki igazából olyan, mint a Team Fortress 2-nél a medic, tud healni, teleportálni, elég fontos funkciókat lát el. Ott van például az All-Stars, aki ez a kemény nagygyerek, vagy fenegyerek, aki folyamatosan ilyen rögbi labdákat lő ki, úgyhogy elég komolyan tudja veszélyeztetni az ellenség csapatát. De mindig kezdjük is a Foot Soldier, nekem az egyik legkedveltebb ez a Foot Soldier, mivel ez egy alap és könnyű irányítani, és viszonylag jó életaránya is van, úgyhogy nyomjuk ezzel. Na, próbáljuk meg akkor, gyerekek. Láthatjátok, grafikailag a játék kibaszottul ott van. Jaj. És kérdez, sokakban felmerül a kérdés, hogy mi ez a játék, a Plants vs. Zombies, hogy miért harcolnak a zombik ellen a növények, pedig igazából a zombik ellen tényleg így az emberek szoktak harcolni, nem az, hogy tényleg kitörnek zombi apokalipszis, akkor nem a növények vennék fel a harcot a zombikkal, hanem inkább az emberek. De mindegy, nagyon jó kitalálta, úgyhogy Nobel-díjat érdemel az, akinek ez az ötlete volt, vagy akinek ez a fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy ilyet csinálni. Közben nem figyelek, annyit magyarázok, ha nem figyelek, az ott van előttem az ellenfél. Csomper, az a csomper, akit lövök, az közelharcon, vagy közelharcnál nagyon veszélyes. Nézzétek el, hogy néha össze-vissza beszélek, de nem tudom, valamelyik kurvára fáj a fejem. Valamiért, a fene tudja. Ezt megettük. Patuska, hopp! Jajjaj, mennyi bomba van itt? Figyelni kell ezekre, gyerekek. Valami leszedett, valószínűleg a sniper. Nem sniper, hanem egy kis peep shooter genyó, ami igazából borsokat lő ki a csőrébe, ez is milyen durva. Hát valószínűleg nem várjuk meg, hogy valaki felszedjen, mert ahogy én körülnéztem itt mielőtt meghaltam, senki nem volt a csapattársaim közül. Mehetünk tovább? Igen, az is egy soldier, tehát én is tudok ilyet. Megnyomom kettes, minden egyes kasznak van egy ilyen különlegessége. Például nekem van egy, hogy eldobok egy ilyet, az az, hogyha belemegy a zöldségek, vagy belemennek ezek a növények, nevezik zöldségeknek, akkor azok ott sebződnek a bűzön belül, mert ez ilyen zombi bűzön nézőszer. Például a Scientist, látjátok, hogy teleportál ennek. Tehát mindenkinek van egy külön izéje. Egy ilyen specialitása. Ezt például nagyon tudok ugrani, ez nagyon hasznos. És a harmadik az, hogy tud ilyen rakétát nyomni. Tehát ilyen RPG-szerű, ami nem RPG-nek van feltüntetve, illetve megnevezve, hanem ZPG, vagy zombi RPG, vagy valami ilyesmi. Nagyon jó. És most láthatjátok, hogy fönt a zombiknak már csak 6 pont kell a győzelemhez, ezért igyekeznünk kellene. Mára most már azért a növényeknek is, úgyhogy igyekeznünk kell. Hopp. Csomper, jó, kinyírtam a csompert, úgyhogy szereztem egy pontot, hogy csapatunknak már csak 4 kell ahhoz, hogy megnyerjük ezt a kibaszott kört. Ott van egy csomper, nyomja,
Ryan belement a vízbe, és valószínűleg meg is halmos, ez az, megöltük. Már csak egy pont kell, több mint valószínűleg meg is fogjuk nyerni. Én mindent elkövetek annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a szaltot, a kaktusz, nem tudom mennyi élete. Hopp, jajjaj. Ezekre a nagyokkal figyelj, mert brutálisan tudnak sebezni. Ott a kaktusz, ott daráléptem. És én szereztem meg az utolsó pontot, bassz meg, köcsögök. Ennyi. Itt láthatjátok a végeredményben, hogy 50 pontot kellett ugyanis elérni, és a zombik megszerezték, úgyhogy mi nyertünk, gyerekek. És ott vagy mennyit szereztem, 2800 pénzt, és a pénzeket be tudjuk váltani különféle stickerekre, illetve ilyen matricákra, amiket hogyha beváltunk, például mondjuk ebből már 2 darab 1000 pénzes stickert kibírnék bontani, akkor kapok ilyen maszkokat, ilyen ruházatot, esetleg fegyvert. Fegyvert még nem kaptam, mert nem tudom milyen drága a stickert kell ahhoz kinyitni. Na mindegy. Szóval igen, ez lett volna az első pálya, nyomok még egyet. Valószínűleg a következő körben mivel leszek? Nem zombival, hanem most akkor nyilván van az öltségekkel. Az altal tudok beszélni, de most egyszerűen nem engedi, hogy beszéljek. Na mindegy, nem is az a lényeg. Elég szépen kiléptek a másik csapatból. Na mindegy, találkozunk akkor a következő pályán. Ajeska! Na itt is vagyunk, srácok, és igen, ugyanaz a történet, amit mondtam, hogy mi leszünk az öltségek. Ugye van itt ez a P-shooter, ami igazából borsokat lő ki, nem olyan gép ágyúszerűen, hanem így puk, ilyen, tudom én, lő egyet, utána lő még egyet, tehát nem ilyen dara, hanem nem tudom, fél automatának lehet mondani, körülbelül úgy bírnám behatározni. Viszont elég nagy a sebzés, tehát ilyen 25-öt leszed, hogyha egyszer betalálsz. Hasznos amúgy meg minden, csak könnyen, könnyen sebezhető, nem hiszem, mert azt hiszem 125-ös életem, nem vagyok benne biztos, mert annyira nem játszottam még olyan sokat vele. Itt van a Chomper, ami igazából közelharcra kiváló. Én most ezzel fogok menni, nekem ez az egyik kedvencem most. Ezzel bebírom harapni az izéket, a zombikat, bezabálja, aztán tulajdonképpen ennyi. Meg hát tud a föld alatt is menni az egyik speckor, mert mindjárt megmutatom, biztos ezzel megy, csak azért megmutatom, hogy mik vannak. Az, itt van ez a Slumflower, ami napraforgó. Ennek a speciális tulajdonsága között szerepel az, hogy gyógyítani tud, tehát ez olyan, mint a Team Fortress 2-ben a medic. Tud gyógyítani, ilyen napsugarat tud folyamatosan lőni, olyan, mint a lézersugár, azzal elég sokat tud sebezni az ellen, az a zombikon. És mit lehet tovább még tudni, hát ilyen gépfegyverszerűen lő, ez is, tehát ilyen automata. Van a kaktusz, ami igazából a snipert akarja. Ez tulajdonképpen ez a sniper, ez a kaktusz. Nem játszottam még valami sokat, olyan sok mindent nem bírok róla elmondani, tudom, hogy lebírakni potétó, bombát, mind, meg ilyenek. Van ez az ombosz mód, itt például tudok, hát itt egy stratégiai része, olyan, mint a Battlefieldnek is van egy stratégiai része, hogy tudsz ledobni nekik cuccokat, már kicsit játszunk ezzel, hogyha már igyekezünk. A spotting az azt jelenti, hogy ugye gondolom én, hogy a spotting, hogy így körülötte, ahol ezt most lerakom, most kikkel vagyok az öltségekkel. Mondjuk itt ezt beszpotolom, és hogyha itt van zombik, jönnek a zombik, akkor azokat látják a többiek, illetve egy kis fejekkét megjeleníti nekik. Healelni is tudok, csomó mindent. Na jó, ezt nem ezt szerettem volna, úgyhogy vágjunk bele a Chomperbe. Úgyhogy most 4-en vannak, hány ellen? Nem tudom, mindjárt megmutatom. Nem, ugye nem sokan vagyok az a lényeg. Ja. Na, szóval itt a Chomper, iszonyatosan szeretem, ez egyik kenencem. Az előbb, amikor játszottam, ott jön egy, figyeljétek, elbújok a föld alá, és most elkapom. Menekül, köcsök, véged van. Ennyi. Gyerekek. Szóval azt szerettem volna mondani, mielőtt bekaptam volna ezt a köcsöket, tehát ott fogok még ki a kezel számból, hogy ez az előző részben, amit felvettem, iszonyatos jól ment a Chomper. Tehát én 10-et kinyírtam úgy, hogy halál nélkül. Mondom, azt a kurva. Ezt érdemes lett volna megcsinálni. Csak hát ugye nem hallatszódott semmi. A Chompernek van egy olyan tulajdonsága, hogy ezt ledobom, egy kis magokat elültetek, ezek kinőnek, és ha belelépnek a zombik, akkor fölakasztja őket, és megvannak valami ilyesmi. Várj csak, közben itt van valami akció. Én vagyok, nekem előbb jönnek. Mi folyik itt? Mi folyik itt? Itt van valaki? Aha. Azt elkapom, figyeljétek. Ha odaérek. Ide kenyül. Most meghalsz. Na most meghalok, mert a kurva anyádat, erre küldték a genyűt. Igen. Hát ez a legnagyobb probléma, hogy a Chomperre, hogyha picit messzebb vagy, mint a harapó távolság, tehát harapó távolságon úgy hív, azon belül vagy, akkor nagyon jó, de viszont a kívül, akkor gáz. És ha elvértesz egy ilyen föld alatti futást, ha nem kapod el, akkor onnantól kezdve meg vagy bélyegezve, valószínűleg kinyírnak. Szóval, igen.
ez a Chomper, ez a Champion Wayne vagyok, ez erről tulajdonképpen, ez közelharci. Nem tudom, hogy Team Fortress-et tudjuk viszonyítani, hogy ott melyik lenne, de most elkapom, figyeld. Nem tudom, mert bassz meg, a Sunflower darálja. A Sunflower az velünk van. Látjátok, ez például a napra fordult, az a Sunflower Beam, amit sugarat, napsugarat rávész küldeni, és akkor darálod, mint a szar. Na most várok még egy pár másodpercet hát a főszernek, nem volt szerint főszernek, bár itt vannak a környékemen a csapattársaim. Na, ahogy látom, nagy harcok vannak, úgyhogy nem várok sokat tőlük. Nem várom, hogy fölélesszerek. Ott szembe kettő soldier van, ahogy látom. Ugye be is támadom őket a föld alatt, mert igazából ha a föld alatt támadok, akkor nagyobb esélyem van kinyírni őket. De megvárom, hogy kicsit közelből jönnek, mert hát muszáj elmennem innen, mert ez így gagyú. Gyertek. Nem igaz, nem hal. Az előbb olyan jó mentem, hogy a csomba erre. Ez az. Köcsökházi gyerek. Szar vagy. Vagy én vagyok, bocsi. Oké, lelassítottam és most simán bebírom zabálni. Hogy zabáljam be? Bassz meg! Pedig már itt volt a szám előtt, érted? Te kis köcsökház. Na, megyünk még egy Champerre, és még mielőtt lemenne ez a kör, azelőtt még szeretnénk nektek bemutatni minimum egy ilyen P-shooter-t, vagy még egy Sunflower-t. Szóval, ha most meghalok, akkor itt van a P-shooter, lagból a srác, hogy látom. Ja, és igaz, hogy hozzátenném, hogyha tetszik nektek ez a játék, és kedvet kaptatok, akkor ajánlom, hogy vegyétek meg, én mindenféleképpen meg fogom venni, ugyanis ez most a trial verziónval játszok. Ez a trial verzió, és én 100%-ra meg fogom venni, mert én erre a játékra már viszontosan régóta vártam. És hogyha megvettétek, akkor csináljunk egy csapatot, és játszhatunk, csinálhatunk egy gameplay videót erről az egészről, fölvesszük, jó kis csapatot összehozhatnánk, én vevő lennék minden ilyesmire. Úgyhogy várom a kérdéseiteket, hogy vagy hát én felteszem kérdést, hogy szeretnétek-e, vagy lenne erre igény, vagy szeretnétek-e. Na hát akkor most szeretnétek-e, lenne erre igény, tehát már is tudok beszélni, nézzetek el, nekem nagyon fáj a fejem, nem tudom mitől. Azt tudja. És lázas is vagyok, bassz meg. Mindezt a gameplay-t még végigvisszük, tehát most az a lényeg, hogy kibaszottul vezetünk. Tehát ott látjátok fönt, az 50-es, lassan elérjük. Tehát ott nem a kezünk, a zombiknak a keze. Már 37 pontunk van, ellenben... Itt egy zombi, figyelj! Ott van, figyelj, ezt elkapom. Végre be lecsipom. Jaj, de finom kis... A vacsora, de ez a vacsora! A baltos is megirigyelni, nem? Köcsög! Ezt is bedarálom, ezt is megeszem. És megettem, gyerekek, nem baj, hogy meghaltam, kettőt kinyírtam, tehát ilyenkor le van szarva, kettőt ki is egyszer megölnek, az oké. De hogyha most egy-egybe, és az durva, hogy visszaláthatod azt is, hogy például, ha mindjárt vége a körnek, hogy valaki megölt téged, akkor látod, hogy milyen arányban van a te ölésed az ő ölésével szemben. Az is például nagyon tetszik, hogy ezt megcsinálták. Szóval mindjárt végül 47, mindjárt elérjük, 50-et kell elérni. Nem valószínű, hogy hát, az első, hogy hívják nál, ott én voltam az utolsó, aki megette. Úgyhogy az egy plusz pont. Na szóval, ennyi lett volna srácok a Plants vs. Zombies, mint láthatjátok, brutálisan lealáztuk ezeket a kis köcsög zöldségeket. Sikerélménnyel zárult ez a rész is. Na srácok, ha tetszett nektek ez a videó, kérlek hagyjatok kommentet, és ha szeretnétek még ilyet látni, akkor azt is írjátok meg, légy szíves, és hogyha tényleg benne lennétek egy ilyen co-op-ba, és van ennek egy olyan rész, és a co-op, tehát zombikat meg kell állítani, négyen lehet azt hiszem játszani, és akkor játszhatnánk esetleg olyat is, én benne lennék. Szóval mindenféleképpen én megveszem, ja, és külön köszönet Gábor Tarnak, hogy megmutatta nekem ezt a játékot, illetve hát tudtam, hogy lesz ez a játék, hogy minden. Csak nem tudtam, hogy az originen ingyenes lesz 3 napig. Szóval ő szólt, ha ő nem szólt volna, akkor most ez a gameplay nem készült volna el. Úgyhogy külön köszönet neked, Gábor Tar, hogy felhívtad rá a figyelmemet. Ennyi lett volna, srácok, többet nem is tudok és nem is szeretnék elmondani. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsétek a jeligét. Lehetek van a legközelebb videóban is bármit, amit csinálok. De szevasztok, gyerekek, szevasztok.